A Mirei utcai Zrínyi iskolában századagételt osztanak ki minden nap. 4:12-től 12:30-ig jönnek a gyerekek, a szülők vagy az egész család. Margó néni azt mondja, legtöbben elviszik, csak néhányan eszik meg itt a két fogást. Cukkini krémleves, borgonyapüre, mediterrán csirkeapró, egy szelet kenyér. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nyári menzai étkeztetését támogatja az állam ebédenként 342 forinttal. A szegedi önkormányzat kiszélesítette azt a kört, akik a szünidőben ingyen ebédelhetnek, ha kérik. A kedvezményt a család egyfőre jutó jövedelme, a lakáshelyzet és a szülők foglalkoztatottsága alapján ítélik oda. Most Szegeden 1960 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerek van, és ezek közül körülbelül 900-an vannak, akik ilyen hátrányos helyzettel küzdködnek. Mi mindenkit megkérdeztünk, és 575 gyerek, illetve azok törvényes képviselői kiérték ezt a nyári étkeztetést. Az étkeztetési időszak június 26-án kezdődött, és augusztus utolsó napjáig tart. Aki nyaralni, táborba megy vagy elutazik, annak szülei jelzik, hogy egy ideig nem kéri az ebédet. 5 kijelölt iskolában 490 gyerek eszik Szegeden ingyenesen ebédet. Az állami támogatás régen a költségek 80%-át fedezte, most megfordult az arány. Az 5 milliós támogatáshoz az önkormányzat 14 milliót tesz hozzá.